A hallgatói hálózat után következzen a nemrégiben létrejött oktatói hálózat szóvivője, Decki Sarolta, főiskolai oktató. Kedves barátaim, kedves honfitársaim! Mi felsőoktatásban dolgozó oktatók és kutatók hiszünk abban, hogy Magyarország sikerének záloga a tudás. Aki tanul, az nem potyautas. A tudás megszerzése nem csak az egyéni boldogulás útja, hanem az egész közösség, az egész társadalom felemelkedését és gazdagodását szolgálja. Magyarország csak magasan képzett szakemberek, mérnökök, tanárok, tudósok és művészek munkájára támaszkodva adhat választ a ma és a holnap kihívásaira. Csak velük és általuk oldhatja meg a jelen gazdasági és társadalmi válságát. A minőségi felsőoktatás a feltétele annak, hogy Magyarország versenyképesebb, szolidárisabb és demokratikusabb nemzetté váljon. Az egyetem nem lehet kiszolgáltatva hatalmi játszmáknak és lobbiknak. Az egyetemi polgárok nem alázatos alattvalók, akiket rendeletileg és kézi vezérléssel irányítani lehet. Célunk a magyar felsőoktatás értékeinek megőrzése és megújulásának elősegítése. Tisztában vagyunk azzal, hogy a felsőoktatást át kell alakítani, de olyan irányba, amely esélyegyenlőséget kínáló hozzáférést, kiváló minőségű képzést biztosít, és világszínvonalú kutatási eredmények hátterét teremti meg, amely igazságosan osztja meg az oktatás költségeit, és megadja a diplomások szabad munkavállaláshoz való jogát. Ehhez pontos szabályozásra, alaposan kidolgozott és egyeztetett törvényekre, igazságos felvételi viszonyokra, takarékos és hatékony finanszírozásra van szükség. Az oktatói hálózat kész harcolni és tenni ezért. Kedves barátaim, kedves honfitársaim, hallgatók és diákok, szülők és nagyszülők, oktatók és kutatók, fogjunk össze egy igazságosabb, demokratikusabb, sikeresebb, szolidárisabb, okosabb és bölcsebb Magyarországért. Védjük meg az egyetemeinket, védjük meg a jövőnket!